A stúdióban pedig itt ül velem szemben Szuknai Zsuzsanna, a box világökölvívó képzőese, vezetőedzője, valamint Megyeri Barbara, az Egyesület versenyzője. Üdvözöllek titeket, jó estét! És hát, mint beszéltük az előbb, edzésről jöttetek. Mi volt ma a program, Barbi, hozzád fordulok elsősorban? Hát igazából nagyon jó volt az edzés most, különlegesen. Sokat kesztyűztünk, erősítettünk, szokásos. Úgy az OB után most már akkor kicsit le lehet ereszteni? Mi a program? Hát így a csapat egy részének, akik már túl vannak az országos bajnokságon, ugye a barbék, a serdülő, ifi korosztály. Ennek ellenére igénylik a kesztyűzést, tehát állandóan boxolni akarnak, aminek én örülök, hiszen ökölvívásról beszélünk, és az a jó, hogyha kívánják a kesztyűzést, úgyhogy segítenek a többieknek most készülni, hiszen jövő héten junior magyar bajnokság van, és hát szükség van rájuk, hogy edzőpartnerek legyenek a készülő versenyzőknek. És hát egy országos bajnoknál jobb edzőpartner talán nincsen. Ezután is gratulálok, hiszen megvédted Serdülő országos bajnoki címedet. Hát milyen volt ez a torna? Ugye a Bükkben voltatok, nehéz volt? Az igazából nem volt annyira nehéz. Az elődöntőt az sikerült időt befejeznem, és ugye a döntőben meg nem álltak ki ellenem. Ez egyébként valami csalódást okozott benned? Vagy volt benned ilyen érzet, hogy a döntőben? Hát igen, mert boxoltam volna nyilván egy döntőt, meg megfosztottak a külön díjtól. Mi volt az oka annak, hogy nem volt döntős? Igazából azért ezt tudni kell, hogy a Barbie egész évben igen magas szinten teljesített az összes versenyen. Tehát ugye megnyerte a Diák Olimpiát, van egy nagyon nagy nemzetközi tornánk, ugye a Dobókatica emlékverseny, gyakorlatilag ahol elindult, mindent megnyert, ugye juniorokkal bemutató mérkőzéseket, illetve sparringokat boxol nagyobb súlycsoportba, elég ismert már az ökölvívó berkekben, és hát tartanak is tőle, ebből kifolyólag adódott, hogy ugye a döntőre már nem ártak ellene, illetve hogy az elődöntőben sem boxolt végig, de annak ellenére azért szerveztünk a döntő napjára neki mérkőzést, és egy felnőtt versenyzővel sparring volt, akivel partiban volt, tehát ez is mutatja, hogy azért ő magasan a korosztálya felett van tudásba, képességbe. Akkor az a döntő helyetti menet azért gondolom már jóval keményebb volt. Keményebb volt, de jó volt. És hát jövőre már a juniorok között kell bizonyítanod, hiszen korosztályt lépsz fölfelé. Ez mennyivel igényel más készülést, mennyivel lesz nehezebb esetleg? Hát sokkal keményebb edzés kell, meg sokkal több erősítés. Mennyivel nehezebb a junior korosztály serdülőnél? A junior korosztályban már van nemzetközi versenyzési lehetőség. Ugye már most korban olyan biológiai állapotba kerülnek, hogy most már azért lehet erősíteni komolyabban, fizikálisan jobban felépíteni őket, el lehet kezdeni az olyan jellegű képzést, valószínűleg ugye súlycsoportot is fog váltani, és hát ez egy elég kitartó és hosszú munkát igényel, és ugye a nemzetközi mezőny azért már erősebb, mint a hazai, és már januártól szeretnénk elkezdeni a nemzetközi mezőnybe versenyezni, már januárban lesz egy torna Szerbiába, oda már szeretnénk a Barbit vinni, és hát meglátjuk, hogy fog teljesíteni, és ennek függvényében próbáljuk felépíteni az egész évet, és hogy ugye a jövő évi világversenyen majd megfelelően tudjon teljesíteni, és minél jobb eredményt tudjon elérni. Gondolom azért vannak terveid a nemzetközi mezőnyre nézve, biztos eljátszottál már a gondolata, hogy milyen lesz majd nem magyar ellenfelek ellen szorítóba lépni. Hát igen, én is kíváncsi vagyok, hogy egy nem magyar ellen, tehát egy külföldi ellenfel mérni a tudásomat. Nemzetközi versenyeken fantáziáltál már? Hát igen, szeretnék már menni. Mik az elvárások, a vezetői elvárások? Hát annyit tudom, hogy a Barbie-nak azért már van nemzetközi tapasztalata, de ugye ezek nem világversenyek, ilyen kisebb nemzetközi tornák, meghívásos bajnokságok. Én azt gondolom, hogy a Barbie, ugye itt már Európa-bajnokságról, világbajnokságról beszélünk, Barbie mindenféleképp dobogóra tud állni, de azt gondolom, hogy junior Európa-bajnokságot is tud nyerni, hogyha a megfelelő mennyiségű munkát elvégzés, azt az edzés mennyiséget teljesít, amelyhez szükséges. A képességei, az adottságai megvannak ahhoz, hogy ő nagyon magas szinten űzze ezt a sportágat. Beszéltük, hogy nem egy komoly versenyen vagytok már túl. Október van, lassan a naptár évnek véged, azért a ti szezonotoknak még korán sem, hiszen nem sokára jön majd Egerben egy junior OB, és hát lesznek még megmérettetések személy szerint neked is majd.
Így van, ugye a küzdősportokban ez az őszi szezon, ez nagyon sűrű szokott lenni, hiszen ugye az ökölvívásban is ilyenkor vannak az országos bajnokságok, ugye úgy, hogy mondtad, a junior bajnokság a jövő héten, illetve a jövő héten ugye elkezd készülni a kickbox válogatott a budapesti világbajnokságra, Tatán az olimpiai központba, úgyhogy ez elég sűrű program lesz, a következő hetet is még ott töltjük, és ugye negyedikével kezdődően, illetve harmadikán van az első mérleg, harmadikával kezdődően megkezdődik ugye Budapesten 6 kategóriában a világbajnokság, ahol 2 kategóriában indulok mastersként, és hát ugye december elején pedig még ott van a felnőtt férfi magyar bajnokság, ami megint egy nagy megmérettetés számunkra. A nemzetközi tornáról azért van már aranyérem, ez most mégis egy kicsit más világbajnokság lesz számodra, hiszen hazai környezetben, hazai pályán léphetsz majd szorítóba. Gondolom, hogy nagyon várod már. Így van, mindenféleképp. Nekem volt szerencsém a hazai világbajnokságon indulni, még lenne szenior kategóriába, full kontaktba, ugye világbajnok lettem. És hát most szintén megadatott, ugye keveseknek, de nekem szerencsére most másodszor is, hogy hazai közönség előtt küzdhetek, úgyhogy nagyon várjuk, mindannyian nagyon várjuk, az egész csapat nagyon komolyan készül, rengeteg versenyen van túl, és hát azt gondolom, hogy ez egyik legsikeresebb világbajnokságunk lesz, és hát ugye ez egy történelmi világbajnokság, hiszen olyan még nem volt eddig a kickbox történetében, hogy mind a 6 kategóriát egy alkalommal, egy országban rendezik meg, hiszen ez úgy szokott lenni, hogy minden évben 2 különböző helyszínen 3-3 kategóriát rendeznek, és most Magyarország megkapta ezt a lehetőséget, hogy egy helyen. Úgyhogy iszonyú létszámban 2000 fölötti versenyző számot regisztráltak, vagy várnak a szervezők. És akkor remélem, hogy majd egy nagyon-nagyon sikeres, a te szemszögedből is nagyon sikeres világbajnokság után újra fogunk tudni majd itt beszélgetni. Barbara, neked a világbajnokság még egyenlőre nincs a naptárban. Mi van helyette a naptárban? Mi lesz még neked az idei évben? Mire készülsz? Hát idén lehet, hogy megyünk Pécsre, de nem biztos még, és még a Mikulás kupa még vár ránk. Ott már vannak még ilyen hasonló érmes remények? Nyilván azért, hogyha már egy OB-t nyertél, akkor azokat is illene megnyerni? Igen. Hát akkor kívánok hozzá nagyon-nagyon sok sikert, és Zsuzsanna, neked is hasonló szépeket majd a világbajnoksághoz. Reméljük, hogy majd érmeket is látunk majd tőled. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük.